Síkosságmentesítették az utakat és a járdákat Győrben. A meteorológiai előrejelzések azt mutatták, hogy eléri hazánkat egy hidegfront, ami esőt, havat, mínuszfokokat, de akár ónos esőt is hozhat magával. Első körben kedd este kezdték meg a munkát, azonban a szerdai időjárás is adott okot a sózásra. Itt is ugye láttuk, hogy napközben lehullott egy eső formájában a csapadék, és várható volt, hogy az éjszakai órákban lehűl a hőmérséklet és fagypont alá süllyed, tehát számítottunk arra, hogy a lefagyást meg kell előzni. Tehát itt is elsősorban a síkosságmentesítő anyag kijutatásával az volt a célunk, hogy a hajnali éjszakai lefagyást megelőzzük. Ezen kívül manuálisan síkosságmentesítettek azokon a részeken, ahova a gépek nem érnek el. A felüljárók és a hidak, amik ilyenkor elsőbséget élveznek. Ezt követik természetesen a főutak, a tömegközlekedési utak és a nagyforgalmú kisebb utcákba is be tudunk jutni. A lépcsőket, a buszmegállókat, a gyalogátkelőhelyeket, a belvárosi tereket, járdákat, ezeket vagy kis gépekkel, vagy ha azokkal nem férünk hozzá, akkor kézi erővel takarítjuk. A szolgáltató felhívja a közlekedők figyelmét, hogy megfelelően felkészített és téli gumival felszerelt járművel induljanak útnak. A speciális körülmények között hosszabb menetidővel kell számolni, ezért célszerű hamarabb elindulni.